Sziasztok! A mai epizódban szeretnénk bemutatni nektek a Fibrén HD új termékcsaládját. Ebben segítségemre lesz kollégám, Csillag Dávid rendszermérnökünk. Sziasztok! Az új termékcsaládnak a lényege az, hogy az a patch panelek hibridek és modulárisak. Ez annyit ad, hogy ahogy megmutatjuk nektek, külön elemekből tudjátok összeválogatni, hogy miket akartok belerakni. És azért hibrid, mert egyszerre lehet benne struktúrát, kábelezést is kifejteni, meg optikait is. Ami nagy előnyt biztosít a portsűrűségnek, illetve hogyha van egy belső irodai hálózatotok, ahol van mondjuk 6 darab optikátok, akkor arra nem kell külön egy unitot teljes mértékben használnotok, hanem a modularitásnak köszönhetően mellé tudjátok rakni az Arian 45-öket. Igen, az adatközpontokban kritikus a portsűrűség, ezért van az, hogy minden rack unitnak komoly értéke van. Ezért a Fibrén új sorozata a fél unit, egy unit és három unitos termékekből áll. A fél unitos termékekből igazából két fajta van. Van a felső moduláris rendszerű, ami simán ki lehet csak húzni a fiókokat. Illetve van az alsó, ami egy kötőtárca lényegében, ami teljes mértékben teleszkópos. Ennek a moduljét ugyanúgy ki lehet húzni, illetve LC vagy SC-re le lehet cserélni. Az egyunitos testvére az annyiban tér el, hogy ez csak moduláris lehet, tehát ebben nincsen kiúzgatós, és egymás fölé két szintbe tudunk pakolni modulokat. Modulból az optikát nézzük, akkor háromféle van. Az egyik az kimondottan arra van előkészítve, hogy hegesszetek benne. A másik az úgynevezett breakout kazetták, amikben csak tólók vannak, és arra szolgál, hogy egy előre megszerelt kábelt tudjatok benne kifejteni. Illetve a harmadik az úgynevezett MPO-MTP, ahol a betáp 1 vagy 2 MTP csatlakozó, és belül ki van fejtve előre a megfelelő számú SC vagy LC csatlakozóra. Ennek a nagy előnye, hogy a rendszergazdáknak nem kell semmit szerelniük, hegeszteniük, csak a kézkábelt hátulról bedugják, és elő pedig megkapják a megfelelő optikai portszámot. Az MPO kábelekből kétféle létezik, a 12 és a 24-esek, bár a 24-es jóval drágább, ezért sokkal költséghatékonyabb megoldani két darab 12-esből. Igen, és fontos megjegyezni, hogy ez nem azt jelenti, hogy csak 12 szálas kábeleket tudtok használni. Nem egyszer szállítottunk sokkal vastagabb 144-192 szálas kábeleket is, amiknek a kifejtése 12 szálas MPO-k és ilyen farokkábelekre volt előkészítve gyárilag, és azokat csak rá kellett patintani ezekre a kazettákra, és kész is volt a telepítés. De ez külön rendelésre gyártja a Fibrén. Így van, így van. Minden esetben. Minden esetben, és itt a légkábeltől a páncélozott beúzó kábelig, amire szeretnéd. És a jó tudom, lehet kérni egyedit is. Tehát, hogy például SC az egyik fele, LC a másik fele. Kaszkádolni is tudjuk őket, ahogy szeretnéd. Mert ugye tudjuk, hogy a két LC egy SC helyére elfér. Így van, így van, így van. És itt jön elő a HD paneleknek a hátránya, hogy nagy szálsűrűség, kis helyen, egyszerűen nem fértek hozzá, amikor ezekből sok van, hogy kiszedegessétek, kiúzigassátok. Erre a Fibrén egy újfajta patch kábeleket gyártott, aminek a lényege, hogy van egy ilyen push-pull fogantyújuk, és akkor azzal kényelmesen ki tudjátok venni, be tudjátok, vissza tudjátok helyezni a helyére. Igen, mert ez tényleg kényelmetlen, hogyha ezt lenyitjuk. Akkor látjátok, hogy nagyon sűrűn és közel vannak egymáshoz a csatlakozók, és nehéz hozzáférni. És ezzel a push-pull, az kilóg egészen a modulnak a végéig, és sokkal kényesebb megfogni a push-pullnál, és azzal kihúzni a kábelt a helyéről, mint most oda benyúlkálni csarúzóval, vagy bármivel. Számszerűsítjük ezt a portsűrűséget. A félünktos panelbe 48 darab LC kifejtést tudunk belerakni, vagy 24 darab RJ45-öt, az egyunitosba 96 LC-t, vagy 48 darab RJ45-öt, és a legnagyobb rendezőben, a háromunitosba, ott 20 kazettát tudunk belerakni, tehát összesen 480 szálat tudunk LC-be kifejteni. A unitokat tudjuk címkézni, külön-külön, van hozzá egy oldaljelölő, illetve tudjuk magát a portokat címkézni. Egy ilyen kis érdekes megoldással, amivel egy ilyen műanyaglapot be tudunk ide alá pattintani, illetve rá tudjuk ragasztani az adott címkéket. Ezeket a címkéket nem csak a jelölőlapokra, hanem magára az elvezető tárcáknak a gyűrűjére is rá tudjuk ragaszgatni. Érdemes beszélni mi magáról a RJ45-ös modulról, ez teljes mértékben egy saját Fibrén fejlesztés. Ez nem Keystone
modul, hanem ez egy saját formfaktorú modul, mert ha kiszon lenne, nem férne bele ennyi sajnos a patch panelekbe. De ezáltal a kis műanyag átalakító keret segítségével Keystone-ra alakítható, tehát hogyha egy olyan patch paneletek feliratotok van, ahova Keystone-t kell belepatítani, semmi akadály nincsen, tudjátok ott is használni. A modul felépítése teljesen más a megszokottól. Ezt Dávid, majd megkérlek, hogy mutasd be, hogy miben tér el. Magát a modult nem nehéz szerelni, bár én egy kicsit időigényesnek tartottam, de ha rááll a kezetek, akkor nyilván gyorsabb lesz. Adtak hozzá egy ilyen kis műanyag kábel rendezőt, aminek annyi a lényege, hogy ebbe kell kirendezni A vagy B színsorrend szerint a zereket. Akkor ezt a kis műanyag rendezőt csak szimplán bele kell csúsztatni a modulba, amiben benne vannak ugye a kések, és amikor rászorítjuk a tetejét, akkor a kések belevágnak az erekbe, ezzel megvan a kontakt. A végén van egy műanyag feszítő, amit ha összecsuktuk, akkor csak rá kell hajtani, és egy kicsit jó erősebben meg kell nyomni, és így teljesen befeszíti a kábelt a helyére, ami gátolja a kicsúszást. Az, hogy ezt a műanyag betétet alkalmazzák a megszokott késes megoldás helyett, azt eredményezi, hogy sokkal rövidebb távon kell megpucolni az ereket, sokkal kevesebbet kell a sodlatokból kinyitni, ezért sokkal jobb határértékeket tudok elérni vele majd. Nagy előnye még a modulnak, hogy beépített porvédőkupakkal rendelkezik, illetve ez a színjelölő, nyilván minden kategóriának a régi sorozathoz hasonlóan megvan a saját gyári színe, le lehet cserélni bármilyen másik szín, amit szeretnétek. Ezzel lehet színkódolni a portokat. És ezt külön lehet venni hozzá, amit, ha jól tudom, adnak hozzá feketébe, kékbe, sárgába, pirosba. Így van, gyárilag minden kategória jelöl van a saját színével. A CAT5E az piros, a CAT6 az zöld, és a CAT6A az pedig az aqua. És emellé van még sárga, kék és fekete jelenleg. Ami saját jelölésre ez alkalmazható. Így van, de bármelyik szint meg lehet venni külön, hogyha éppen más jelölést nem szeretek akartok kitalálni. Tehát miután megszereltük a kábelt a modulunkkal, egy ilyen adaptertartóba kell betolnunk, ugye attól függően, hogy árnyékolt vagy árnyékolat a modulokkal dolgoztunk, van hozzá árnyékolt meg árnyékolatlan ilyen tartónk is. Csak bele kell egyszerűen pattintanunk a modulokat, és mehet is be a kazetta. Bepattintás után le tudjuk kötegelni a kábeleket a modul végén található kábelkötegelési pontokra. Ezzel ugye továbbra is biztosítva a kicsúszást. Így van, és tehermentesítjük az egész panelt. És egy mozdulattal ki tudjuk cserélni az optikát nézve. Érdekesség, hogy a következő fejlesztése, ami így publikus ennek a HD sorozatnak, az az, hogy kap a rendszer egy ilyen RFID-s felügyeleti modult. Várhatóan egy fél éven belül elérhető lesz, és akkor lehet, hogy már több infót is tudunk majd erről mondani. De az a lényege, hogy a patch kábeleknek a fejében is lesz egy új RFID chip. A modulokra is kerül egy ilyen köztag, de ezekre a modulokra, tehát nem kell már cserélgetni semmit. És akkor az üzemeltetők látják, hogy melyik patch kábel, melyik portban van beledugva, illetve ha nincs bedugva, vagy kihúzásra kerül, akkor kaphatnak egy riasztást. Nyilván a rendszerednél szofisztikáltabb lesz, de még nem tudunk semmit, hogy a fibrén mégis ezt hogy képzelte el, úgyhogy itt egy kis tüdelmeteket kérjük még. Tehát akkor kvázi ezt úgy kell elképzelni, mint egy félaktív-aktív eszközt. Igen, ez egy passzív kábelezést felügyelő rendszer, ami nyilván aktív kell, hogy legyen, mert különben nem kapnál semmit. Ezt nem tudom, hogy a fibrénél hogy fog ez kinézni a jövőben. Más gyártóknál ez egy kontrollerszerű egy-két ünitos eszköznek a beiktatását szokta jelenteni, portszámtól függően, és ezek a patch kábelek azon keresztül küldik a jelet egy szerveren futó applikációba, és az üzemeltetők azon keresztül tudják menedzselni a különben passzív kábelezést. Illetve akkor ez a továbbra is kikerülhető lesz az, hogy az itthoni rendszergazdáknak, a lányvállalatoknál teljes mértékű hozzáférés kelljen adni. Így van, főleg azoknál cégeknél, ahol nem helyi rendszergazda van, hanem meg van bízva egy külsős cég. A szerződést lehet vele váltani, másik kollega megy ki, nincsen, nem adnak ki a nagy cégek erről információt. Úgyhogy olyankor elő szokott fordulni, hogy külföldről az az informatikus, aki mindent lát, minden egyes portot,
telefonból utasítja a helyi erőket, hogy mit kell tenniük, mit kell átpecselniük, mit kell kiúzniuk, adott esetben újraindítaniuk. Kíváncsi vagyok, hogy ezt mit fognak ebből kihozni. Hát erre én is. Erre én is, hogy ez mennyire lesz stabil, és mennyire fog ez jól működni. Ez nem egy új keletű találmány, tehát ez nagyon sok más konkurens gyártónak a palettájában régóta. Nem olcsó játék, de vannak azok a piaci szegmensek, ahol ez létfontosságú. Megmondom őszintén, hogy 10x éves szakmai tapasztalatom alapján nem találkoztam még ilyennel. Én adtam el már ilyen rendszereket. Magyarországon nem sokat, de azok szinte mind 1000 pluszos végpontokból álló épületek voltak. Sőt, az egyik rendszer az olyan volt, ami nagyon kicsi portszámból állt egy szájton, de több száz szájtról beszélünk. És egy központi irodában volt egy rendszergazda csapat, nekik volt hozzáférésük, de mivel magyarországi lefedettségről beszélünk, ott alvállalkozók voltak, akik a helyi üzemeltetést végezték, és ott ezt kötelező volt alkalmazni. Nem magyar tulajdonos volt a cég. Köszönjük szépen a figyelmeteket, a mai videóban ennyit szerettünk volna erről elmondani. Amennyiben lenne még kérdésetek, kommentéljetek, vagy keresetek minket bátran, illetve a videó alatt találtok egy linket, az egy gyártónak a dedikált honlapjára a rendszerről, ott nagyon sok érdekes infót tudtok még erről találni. És ne felejtsetek el feliratkozni és megnyomni a csengő gombot. Meg lájkoljatok! Köszönjük! Sziasztok! Sziasztok!